királyi ruhába öltöztünk, úgy érkeztünk ma Vésére, hisz a 7. Kovács találkozót a reneszánsz évjegyében rendezték meg. Mint eddig minden évben, idén is egy újabb rekord dőlt meg a rendezvényen. Egy napra ismét az Üllő, a Kalapács és az Izzó Vas kapta a főszerepet Vésén, az immár 7. alkalommal megrendezett országos kovács találkozón. A megnyitó ünnepségen Százfalvi László országgyűlési képviselő köszöntötte a vasembereket, majd az is kiderült, hogy a kovácsok nem csak a szakmájukhoz értenek, zenésznek és költőnek sem utolsók. Amikor kovács emberekről, kovács mesterekről van szó, akkor a tűz és a vas emberei jutnak eszünkbe. Én azt hiszem, hogy minden szimbolizálja az egész teremtési rendet, meg az egész emberi életet, hiszen a természet erőit megszelídítve az ember szolgálatába tudták és tudják állítani. Én azt gondolom, hogyha van ezen a világon nemes, szép és hatalmas, gyönyörű hivatás és feladat és szolgálat, akkor ez, hogy a természet erőit meg kell szelídíteni, és az ember szolgálatába állítani. Lángoló tűzben izzik a vas, az agyban a csíra megragad, nocsak formát kezd ölteni a vas. Valahogy így, s közben a lélek víg nyugodt, nem zaklatott, tiszta, mint a tűz, melyből a vasat, ha időben kikapod, az ülőn kalapácsoddal megcsapod, ragad, köt a vas, elkészült, készen lett, született, megyünk, ígyunk egy sőt. Az idei kovács találkozót a reneszánsz évjegyében rendezték meg. Ehhez kapcsolódott a legtöbb műsorszám, és természetesen a kovácsok versenymunkája is. Bertók László polgármester ezen kívül azt is elmesélte, hogy a szervezéssel volt a legkevesebb dolguk. Eddig előtte már 2-3 héttel szoktunk készülődni, meg megbeszéléseket tartottunk, mert közel 50 ember vesz részt a rendezvény szervezésében, helyi lakosok, ismerősök. De az idei évben egyetlen egy megbeszélést tartottunk, az is fél óráig tartott, mert annyit mondtunk, hogy mindenki tudja a dolgát, és tényleg így van. Be van osztva csoportokra a rendezők, mindenki a kovácsokhoz, a szereplőkhöz, a színpadhoz, a VIP-es udvarba, és tényleg mindenki tudja a dolgát, és rutinból megy minden. A reneszánsz éve 2008, és megpróbáltuk úgy intézni, úgy csinálni a magát a rendezvényt is, úgy megszervezni, hogy a reneszánsz jegyében legyen. Ez megmutatkozik a díszletekben is, tehát az egész rendezvény helyszínnek a díszleteit, a színpadot is úgy alakítottuk ki, hogy ilyen reneszánsz hangulatot próbáljunk megsugározni. Azon kívül a kovácsok a verseny tárgyait, amit csinálnak a versenyen, azt is úgy próbáltuk meg kitalálni, hogy a reneszánszhoz kapcsolódjon, és éppen ezért egy ilyen reneszánsz jellegű ajtókopogtató lesz az a mestermunka, amit csinálni fognak a kovácsok a verseny alatt. Aztán a műsorokat is természetesen úgy állítottuk össze, hogy a reneszánsz jegyében lesz a délutáni program, és legvégül este pedig egy úgynevezett királyi lakoma, ami szintén a reneszánszhoz kapcsolódik. A vésői kovács találkozón szinte minden évben megdől egy rekord. Volt, amikor a látogatók száma volt rendkívül magas. Tavaly a hőségrekord dőlt meg. Idén pedig a versenyre jelentkező kovácsok száma döntött rekordot, hisz az eddigi 20-22 főhöz képest több mint 30-an ütötték a vasat. Pedig a kovácsmesterség legjelentősebb időszaka nem is a reneszánsz. Az igazi nagy időszaka a kovácsművességnek a barokk. Tehát mondjuk nem a csúcs teljesítmények nem a reneszánszhoz kötődnek, de ettől függetlenül nagyon sok ma élő kovács is szívesen nyúl a reneszánszhoz, mert egy olyan világ, ami talán a mai világunkhoz közelebb áll,
az életöröm, a vidámság, ami a kovács munkákban is tükröződik, nagyon sok tréfás figura jelenik meg reneszánsz kovács munkákon, és az egésznek a laza, növényi motivumokból építkező szerkezete egy dekoratív világ, ami talán a mai emberhez közelebb áll, mint a baroknak a talán dagályosabb, kicsit ilyen túlünnepélyes megjelenése. Úgyhogy tulajdonképpen nekünk nagyon jó jött a reneszánsz év, mert az itteni versenyen is, meg több más kovács rendezvényen a reneszánsznak a mai világba való átültetését, a reneszánsz érzésnek a tovább éltetését, azt próbáljuk a mi szakmánkban is megvalósítani. A cégben változott a kovácsok száma? Tavaly óta növekedett, csökkent? Mit lehet elmondani erről? Egy fővel növekedtünk, tavaly egy új jelentkezőt vettünk föl. Idén valószínűleg többen is, mert már hárman jelentkeztek, hogy be fogják adni a felvételi kérelmüket. Úgyhogy hát lassan-lassan mindig növekszünk. Hát ez a szakma nem nagy létszámú szakma, tehát már az, hogy alapításunk óta, amikor voltunk 16-an, most meg vagyunk 38-an, azért ez már egy jó eredmény. Akkor elmondható, hogy a kovács mesterség is a reneszánszát éli. Hát, ezt azért nem merném mondani, de legalábbis a túlélésért folytatott küzdelemben nem áll vesztésre. És akkor nézzük magukat, a főszereplőket, a kovácsokat. A versenyen egy ajtókopogtatót, egy 16. századi német munkamását kellett elkészíteniük. Lobogott a tűz, izzott a vas, dolgozott a kalapács. A fém pedig engedelmesen formálódott a mesterek keze alatt. Szinte hihetetlen, de a kovácsok egészen apró tárgyakat is el tudnak készíteni. Kézműves, aprólékos munka. Ilyen ékszerészi munkát. De egyébként értek tárgyakhoz mindenképpen. És ilyet is a kovácsok csinálnak? Vagy ez egy más szakma? Nem. Én mondom azt, hogy ilyen autodidakta születésű vagyok. Én önt leül a székre, lerajzolom, nem tanultam, lefestem, faragok, kovács dísztárgyakat csinálok, rózsát, minden egyébként vasból, ami csak létezik. A mai napig így kovácsolnak, ahogy itt most a kovács találkozón, vagy azért modernebb körülmények között? Sokkal modernebb körülmények vannak. Most már minden légfúvóval dolgozik, minden villannyal működik, kivéve a kézi alakítás, ami nem tudunk helyettesíteni semmivel. Akkor elmondható, hogy itt egy kicsit nosztalgiáznak is most a kovácsok. Igen, nosztalgiázunk, mert azért itt sokkal többet kell a két kalapácsnak dolgozni, mint úgy hagyományosan. Ma egy reneszánsz kopogtatót kell elkészíteniük. Mennyire jellemző manapság, hogy ilyen különleges, egyedi dolgokat rendelnek az emberek? Igen, rendelnek, sőt egyre többet. Többen megengedik maguknak, akik ilyen kézi munkával egy kopogtatót, vagy egy kilincset, vagy egy zárat, vagy betéteket készítsenek. Mi jellemző manapság a kovácsmesterségre? Miket készítek leginkább? Én még patkolok. Zala és, már Zalából jöttem Nagykutassról. Zala és Vas megye határain. Kb. Olyan 50-60 ló van én nekem, amit patkolok, és patot is tisztítás hajtok végre, magyarul a körmölést. Amellett mezőgazdasági kovácsmunkákat csinálok, fajszajélezés, kapa, elkábasok élezése, ami jön, boronajavítás, mezőgazdasági gépek javítása, ami kovácsolással összefüggésbe jöhet. Ez a kovács találkozó mit jelent a kovácsoknak? Hát azt megmondom őszintén, ide, ha a lábam elenne, vagy a kezem törve, akkor is eljönnék, megmondom őszintén, mert én nagyon megkedveltük ezt a kis települést.
szeretettel fogadnak is, meg várnak is bennünket mindenki. Én már 7. alkalommal is vagyok. És itt egy kicsit azért a nagy közönség is megismerheti a Kovács mesterséget. Szükség van erre a bemutatásra? Hát igen, igen, már egyre több. Mondjuk az én fiam is most kedvet kapott, például asztalos a szakmája, de neki állt most már úgy önállóan kovácskodni. A találkozóra ellátogató nézők közül is sokan kedvet kaptak a kovácsolásra. Fiatalok és idősek egyaránt ámulattal nézték a vasemberek bemutatóját. Mi az, ami ide vonzott titek? Hát végül is a kovácsolás, meg szerettük volna nézni, hogy működik ez valójában. És mitől az érdeklődés, vagy mitől a vonzalom a kovács szakma iránt? Hát ez egy nagyon régi szakma, és úgy gondolom, hogy kiveszőbe van, és érdekes megnézni, mint ahogy látjuk is, hogy elég idős emberek művelik. Vannak ugyan egy pár fiatal, de nagyon érdekes. És akkor ezek szerint tetszik, tehát megfogott a dolog? Igen, tetszik. Nagyon tetszenek az így készült tárgyak is, akár bútorok vagy használt tárgyak, nagyon szépek. Mostanában már nem igazán készülnek ilyen dolgok. Semmi köze így a Kovács mesterség? Villamos ember vagyok. De azért gondolom valamennyire érdeklődik akkor. Hogyne, szakma közel áll különben ezekhez a dolgokhoz. Sőt, én is egyes dolgokban egy elektromosan szoktam csinálni, felmelegítettem, vagy gázzal egyéb, közel áll azért hozzám. Én Binéc származom, Béséről. Csak most Székesfehérvárról lakunk is. Lejöttünk. És maga a Kovács mesterség? Hát azt nem hiszem, hogy most már az én koromban meg kellene, vagy lehetne tanulni. De hogy tetszik? Vagy, mert azért látom, hogy érdeklődéssel figyeli. Hát tulajdonképpen itt Bésén valamikor volt 3 kovács is, amikor én gyerekeskedtem, aztán én nekem nem új ez a dolog, csak az unokának. Azért vettem a nyakamba, hogy lássa, hogy mit csinálnak itt. És megmondod nekünk, hogy neked hogy tetszenek a kovácsok, ahogy dolgoznak itt? Én is szeretnék kovács lenni. Miért? Hát nekem nagyon tetszik a vas megmunkálás, az izzó, acél. Ezt megmunkálni, ez nekem egy öröm lenne. Hát itt erős embereket látunk, és úgy látom, hogy te is egy erős ember vagy, úgyhogy esélyed lehet erre. Hol szeretnéd ezt tanulni, vagy mik a céljaid? Hát le Tabon szeretném megtanulni ezt, tehát Tabon vagyok tanuló. Különben Siófokon vagyok, de Siófokon nincsen kovácsmester, sajnálatomra. Szeretném, ha lenni, és akkor beállhatnék Inasnak hozzá. Akkor neked itt ezen a kovács találkozón igazi kánál van ezek szerint? Igen, 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 nagyon sokat tanulok. A fiatalember lelkesedését látva nincs oka elkeseredni a C-mesternek. Biztosan lesz itt utánpótlás. Mint ahogy az is biztos, hogy az immár 7-szer megrendezett vései kovács találkozó idén is remekül sikerült, és még tovább viszi a kis település hírnevét.